Az egyesületet 27 évvel ezelőtt alapították, a februári farsangi bája a csoportnak szinte ezzel egyidős. A program, ami csak egyesok közül, amit az egyesület szervez, alkalmat ad arra, hogy a tagok jelmezve öltözve mulassanak egyet közösen. Hatalmas aktivitással jönnek el a farsangi bálunkra, sokszor a helyszín ugye ad egy létszámot, és olyankor sajnos le kell korlátoznunk, hogy hányan tudunk jönni, de úgy gondolom, hogy mivel a februári hónapokban az influenza eléggé tombol, ilyenkor mindig a végére mégis teltházzal tudunk működni, mert a pluszfők is beférnek a betegségek által. De az egyesületünk ugye igen aktív programok terén, jelenleg több mint 65 család tartozik a szervezetünkhöz, és elmondhatom, hogy havonta legalább két programunk van, ami úgy gondolom, hogy szinte mindenkit megmozgat, kicsiket, nagyokat. Vannak olyan családjaink, akiknél nagyon picik a gyermekek, és most léptek be az egyesületbe, de van 7 olyan családunk, akik alapító családok, az azt jelenti, hogy 97 óta az egyesület tagja, és próbáljuk őket is úgy bevonzani az eseményeinkbe, ami őket is érdekelheti még, attól függetlenül, hogy a gyermekeik már kirepültek a családból. Az esemény szervezői izgalmas programokkal, frissítőkkel és közös tánccal várták a megjelenteket. Az egyesület hagyományosan minden évben megrendezi ezt az ünnepet, idén a Mezsi Művelődési Ház adott otthont az eseménynek. Elsősorban elkezdünk táncolni, hogy egy kicsit elfáradjunk, és a gyermekek is elfáradjanak, majd körülbelül egy óra múlva elkezdjük a tombola árusítást. Hál' Isten rengeteg tombolát tudtunk összeszedni, mind a tagok felajánlásából, amit nagyon szépen köszönök nekik, mind a helyi vállalkozók, vagy éppen a nem helyi és esetleg a szekszervárosi általi vállalkozók is ajánlottak fel számunkra tombola tárgyakat. Majd körülbelül rá egy órára a belépő jegyekből ugye fődíjakat szoktunk sorsolni, jelenleg ugye 2 cukrászda tortáját is fel fogjuk ajánlani, és szintén a helyi a tagok is hoztak tortákat, amit a belépő jegyekből sorsolunk ki fődíj címen. Táncolni szoktunk a gyerekekkel, felnőttekkel, egyaránt jól érezzük magunkat. Nagyon sok tombolatárgyunk van, nagyon sok főnyereményünk van, amihez köszönhető a tagoknak, mert nagyon sokat segítenek abban, hogy sok tombola nyereményünk legyen, különböző felajánlások, cégek, vállalkozók, boltok. Minden évben megrendezzük, egyre többen vagyunk, hála Istennek, jól érezzük magunkat. A családok számára ez igazi közös program, hiszen nem csak a saját családtagjaikkal töltetnek minőségi időt, hanem az egyesületi tagokkal is. Nővérkének öltöztem, a kislányom pedig boszorkánynak. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, mert itt a felnőttek is beöltözhetnek, meg mindenki együtt szórakozhat a gyerekekkel. Most a 2 picink otthon maradt, mert mi is nagy családosak vagyunk, de ők még ezt a zsongást nem nagyon bírják, úgyhogy így csak 3-an jöttünk. A rendezvényen a jelmezes bálózók között rengeteg ismerős arccal találkozhattunk, így apácák, boszorkányok, de még Harry Potter és Szoboszlai Dominik is képviseltette magát az estén. Ezért ösztöztem Szoboszlai Dominiknak, mert ő a kedvenc játékosom. Harry Potter. És miért öltöztél Harry Potternek? Csak úgy. Szereted esetleg a filmeket? Igen. Azt azonban minden jelenlévő kiemelte, hogy a közösségi összetartás a kulcs, hiszen az ok, amiért lehetséges a hasonló volumenű rendezvények szervezése az, hogy a tagok az ötleteléstől kezdve a lebonyolításig szerves részét képezik az eseményeknek.